több lépcsős családtámogatási rendszer, a gyerekek után járó családi adókedvezmény, a CSOK, a diplomás gyed bevezetése hozzájárult a családok megerősítéséhez. Fejlesztések Geszteréden, a településen a közfoglalkoztatási program részeként több a település képét javító beruházást is elvégeztek. Segítség a nőknek, közel 200 millió forintból hoz létre nőközpontokat a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Több lépcsős családtámogatási intézkedéseket vezetett be a kormány az elmúlt években válaszul a demográfiai kihívásokra. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavalyi év végére már 95 ezer gyermek született itthon, a KSH adatai is alátámasztják a lassú, de folyamatos növekedést. A gyerekek után járó családi adókedvezmény, a CSOK, a diplomás gyed bevezetése hozzájárult a családok megerősítéséhez, vélik a kutatók. Az utóbbi években több lépcsős családtámogatási intézkedéseket vezettek be, növelték a bölcsődei férőhelyek számát, támogatást nyújtottak a gyedről munkába visszatérő kismamák számára, illetve a lakásvásárláshoz vagy építéshez járó kedvezményes hitelek, az otthonteremtési támogatás erősítette a magyar családokat, így véli a kormány. A kutatók ezek között egyértelműen nem fogalmazzák meg a direkt összefüggéseket a házasságkötések számának vagy a születések számának növekedése között, de a statisztikai adatok szerint például a házasságkötések száma 30 ezer volt 2016-ban, 2017-re 50 ezer felé emelkedett, és 95 ezer gyermek születik évente. Az is tény, hogy itthon sokrétű a családtámogatási rendszer, amit folyamatosan fejlesztenek, mondta el 35 perc című műsorunkban a szociológus. Olyan példák, akár csak az Európai Unióból, vagy más országokból, amit egy az egybe át lehet emelni, olyat nem nagyon tudunk mondani. A Franciaországban például mondjuk az éppen itt is említett bölcsődő óvodai férőhelyeknek a jelentős növelése, vagy az ilyen típusú szolgáltatásoknak a kiterjesztése volt az, amelyiknek volt egy pozitív hatása még egy pár évvel ezelőtt. Tehát igazából olyan minták, amikre azt mondjuk, hogy na ezt egy az egybe át lehet emelni, olyanok nincsenek. Gyakorlatilag minden ország egy kicsit rá van kényszerülve arra, hogy saját maga találjon ki valamit. Azt viszont el kell mondani mindenféleképpen, ha már az uniónál tartunk, hogy Magyarország például család és gyermekpolitikára sokkal többet költ, ha a jóléti kiadásoknak az arányát vesszük, mint nagyon sok más ország, vagy akár csak az Európai Uniónak az átlaga. Egyes elemzők úgy vélik, az otthonteremtési támogatás család alapításra ösztönzi a fiatalokat, hiszen ebben a kérdésben az önálló egzisztencia és a lakhatás alapvető kérdés. Idén őszre meghaladta az 56 ezret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma, az új lakások építésén, illetve a használt lakáseladás piacán is nagyot lendített a CSOK. Körülbelül egy éve kezdődött ez el, hogy a használt lakásvásárlásra is, és az új építésű ingatlanok megvásárlásához is igénylik azt a bizonyos 10 plusz 10-es, tehát a három gyerekes csokot. A kisebb értékű ingatlanoknál úgy szintén van, aki ezt önerőként ennyit tud beletenni az ingatlanába, és ugyanúgy megkapja. Nyilvánvalóan megfelelő törvényi követelményeknek eleget kell tenni az ügyfélnek is és az ingatlannak is, de nagyobb értékű ingatlanoknál is, akár egy gyerekre is, négy gyerekre is, most olyan ügyfelünk van, aki négy gyerekkel kell szeretni majd ezt a bizonyos csokot igénybe venni. A családi adókedvezmények is tovább nőhetnek jövőre. A két gyerekes családoknál 5000 forinttal toldják meg a jelenlegi összeget, emellett a diplomás gyed két évre bővül, és 2018-tól a külföldön születő magyar gyerekek után is jár az anyasági támogatás és a babakötvény. Számos fejlesztést megvalósítottak az elmúlt évben Geszteréden, a településen a közfoglalkoztatási program részeként több a település képét javító beruházást elvégeztek, nyertes pályázatoknak köszönhetően pedig piac és raktár terület épül, valamint a csapadékvíz elvezetésének problémáját is megoldják. Piac és raktár épület is épül Geszteréden. Az erre a célra elnyert pályázatot jövő decemberig kell befejezni. A beruházásra 133 millió forintot fordíthat a település, további 50 milliót pedig a csapadékvíz elvezetésére költhet.
Vannak apró fejlesztéseink, ami megindult egy 5 millió forintos konténerpályázat, már a konténerünk, hűtőkonténer az üzemel, a savanyító üzemünket ez mellette kiszolgálja ilyen dolgokkal, de vannak még kisebb pályázatok, ami úgy egyénre ki van írva, a Ludastójútnak a tervezésére 13 millió forintot kaptunk, és ezen a 13 millió forintból, ami fennmarad, a belső úthálózatnak a fejlesztésére tudjuk fordítani. Geszteréden nagy területeket térköveztek le, a polgármesteri hivatal melletti szakaszon például 600 négyzetméternyi parkoló kapott szilárburkolatot saját készítésű térkövekből. Az ehhez szükséges anyagokat is a közfoglalkoztatásban gyártják le, és a munkát is a programban résztvevő emberek végezték el. Geszteréden 120 ember vesz részt a közfoglalkoztatási programban, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy értelmes, értékteremtő munkát végezzenek. Ennek a programnak a részeként készült el a parkban a már meglévő filagóri mellé egy újabb, így a rendezvények alkalmával 300-350 ember tudnak kultúrát körülmények között vendégül látni. A települést a közmunkaprogramban végzett tevékenységért ki is tüntették, az elismerés 7 millió forint plusz forrással is járt. Ebből az összegből további beruházásokat, fejlesztéseket valósítanának meg. Amikor megkaptuk ezt a 7 milliót, a képviselőtársaimmal úgy beszélgettem, és most úgy jártunk, hogy ez a 7 millió, ez tényleg nagyon sok pénz, de amire nekünk szükség van, ahhoz kevés. Most úgy gondoltuk, hogy ha még teszünk is hozzá, pótolunk hozzá az önkormányzatnak a saját bevételéből, a mezőgazdasági programnak a bevételéből, valahogy másképp próbálnánk csinálni, még többet, a 7 millió többre szeretnénk hasznosítani, szeretnénk belőle venni egy markológépet, egy GCB-re vagy egy Caterpillar-re, nem újat, mert azt tudjuk, hogy nagyon sok 10 millió, de nekünk van egy régi, és ahelyett szeretnénk egy újabbat, és még kettő teherautót, ugyanúgy, inkább még pótolunk hozzá, mint hogy ne tudjuk úgy elkölteni, hogy annak hasznát vennénk. Szóval mi egy cseppet olyan geszterédék, olyan büszke emberek vagyunk, és úgy érzem, hogy van is, mire büszkék legyünk ezekre a dolgokra. Az 1956-os forradalmi hősök előtt tisztelgő emléktábla is pályázati forrásból készült, azt a polgármesteri hivatal falán helyezték el. Járdát is építettek, a település szépítését tavasszal gömbszivarfákkal folytatják. 2017-ben a megyei tűzoltó versenyt is Geszteréden tartották, de a hagyományok ápolása is fontos. Elindították az Aranyszabja Társaságot azért, hogy az értékeket megőrizzék az utókornak. Közel 200 millió forintból hoz létre nőközpontokat a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A beruházás Nyírtas önkormányzatával konzorciumban valósulhat meg jövőre, de emellett 66 millió forintból felújítják Nyíregyházán az anyaotthont, és 20 millióból a félutas házat is. Idén közel 26 ezer alkalommal vett vért a szervezet, amelyben 30 főállású dolgozó és közel 2000 önkéntes segített. Mozgalmas évet zárt a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szentmihályi megyei szervezete. Számos idei programjuk közül a véradás az egyik legfontosabb, amelyet naponta szerveznek Nyíregyházán és a megye más településein is. Hetente 500 donor a kitűzött céljuk, ami éves szinten 26 ezer véradót jelent. Ezzel tudják megfelelően biztosítani az egészségügyi ellátás vérszükségletét. Ezen kívül szociális tevékenységet is végeznek, ami két intézményes ellátásban valósul meg. Az egyik a támogató szolgálat működtetése, amelyben fogyatékkal élő embereket látunk el, a másik pedig az anyaotthonunknak a működése, ahova elsősorban bántalmazott anyák érkeznek a gyerekeikkel, és biztosítjuk számukra a megfelelő lakhatást, illetve szociális és pszichológiai támogatást nyújtunk nekik. A Magyar Vöröskereszt egész évben gyűjti a megunt tárgyakat, a kinőtt ruhákat és a tartós élelmiszereket. Tavaly indították és idén folytatták a Csak egy kis apróság elnevezésű akciót, amellyel iskolás gyerekeket és szüleiket szólították meg. Az így összegyűjtött tartós élelmiszert a rászorulók között osztja szét a szervezet. Pályázatok szempontjából is aktív időszakban van a megyei Vöröskereszt, ugyanis sok Európai Uniós forrásra sikeresen pályáztak. Mintegy 66 millió forintot nyertünk arra, hogy az anyaotthont felújítsuk. A félutas ház működtetésére, felújítására és a szakmai program megvalósítására több mint 20 millió forintot nyertünk, és szerződéskötés előtt állunk egy nagyon nagy programban, ami az egész megyét lefedi. Ez nem infrastruktúrális beruházáshoz kapcsolódik, hanem a nők helyzetének a javításához nőközpontokat fogunk működtetni Szabolcs megyében. Ebben ez a pályázat egy konzorciumi együttműködésben valósul megnyírta a önkormányzatával.
A pályázat összértéke közel 200 millió forint, ami magában foglalja a nagyobb városokban kialakított stratégiai pontokat is. A projekt célja, hogy segítsék a nők munkaerőpiaci beilleszkedését, a családi és a munkaköri szerepek összeegyeztetését, valamint hangsúlyozzák a nők vidékfejlesztésben betöltött szerepét. Idén 30 főállású dolgozó segítette megyénkben a Magyar Vöröskereszt munkáját, körülbelül ugyanennyi közfoglalkoztatott és közel 2000 önkéntes. Ők mind elhivatottak, és céljuk, hogy legyen szó gyerekek versenyeztetéséről, adománygyűjtésről vagy béredés szervezéséről, az akció sikeres legyen. Császár bajszú tamarinikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Az újszülött állatokról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Második helyről várja a tavaszi folytatást a Kisvárda MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes nyáron jelentős változáson ment keresztül, a keret nagy része kicserélődött, illetve új edző is érkezett. Az élen zárta az őszt az MB2-ben a Máté Szalkai MTK. Az együttes a tavalyi kerethez képest csak némi változással kezdte a szezont, amelyben eddig két mérkőzésen kívül valamennyit megnyerte. Császár bajszú tamarin ikrek születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A csöpségek idejük nagy részét még anyjuk hátán töltik, de a csapat minden tagja besegít a nevelésükbe, még az apróságok hordozását is átvállalják. Az éleszemű látogatók már felfedezhetik a Nyíregyházi Állatpark Viktória házában a császár bajszú tamarin ikreket, habár még meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi Állatparkban a két apróság világra jöttével hétfős lett a császárbajszú tamarin csapat. A császárbajszú tamarin tenyészpárunk az Európai Fajmegőrzési Program keretében került hozzánk, és igazán sikeresnek mondható a tenyészpár, hiszen már több ízben született utóduk. Alapvetően a tamarinfélékre jellemző, hogy ikreket hoznak a világra, és bizony hatalmas erővel kell bírnia az anya állatnak, hiszen a kicsik együttes testsúlya már a születés pillanatában is 25%-a a felnőtt állatoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a család minden tagja részt vegyen a kicsik nevelésében, ezért együtt hordozzák, felváltva az apróságokat. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek, a hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császáré. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmos majom féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották, és kíméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be őket kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket. Második helyről várja a tavaszi folytatást a Kisvárda MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes nyáron jelentős változáson ment keresztül, a keret nagy része kicserélődött, illetve új edző is érkezett. A csapat a szezon során azonban jól összefort, és a bajnokság végén mindenképpen a feljutást érő helyen zárna. A tavalyi szezonban az utolsó fordulóban szalasztotta el a feljutást az MB2-es Kisvárda labdarúgó csapata. Épp a rivális Balmazújváros otthonában szenvedtek 1-0-ás vereséget, ezzel a hazai csapat nyerte el az MB1-es indulás jogát. A nyáron aztán jelentős változások zajlottak Kisvárdán, 10 új játékos mellett Kondás Elemér személyében új vezetőedző jött le a padra is.
A 10 új ember beépítése nem volt egyszerű feladat, de Kondás Elemér jól oldotta meg a feladatot, az újak közül például Matija Misics és Brana Ilics is. Nem csak a Kisvárda, hanem az egész másodosztály meghatározó játékosai lettek. De a kötelező szerepeltetés miatt a csapatba kerülő fiatalok közül néhányan megragadtak a kezdő 11-ben is, így a jobb oldali középpályás pozícióban Bogdán Melnyik, vagy a kapuban az ifjú Zöldes Illés. Az első 10 mérkőzésen másik két fiatal játszott, az Anko, illetve a Fodor. A 10. forduló után pedig úgy találtuk igazságosnak, hogy eltelt a fél szezon, nézzük meg a többieket, ott vannak, edzettek normálisan, és hát valóban teli találatnak bizonyult. Hozzáteszem, a szezon kezdetekor az Illés még az edzéseken azért nem mutatott olyat, ami alapján őt be lehetett volna rakni. A Melnyiknek is szokni kellett a magyar stílust, ő azért máshoz volt szokva, de a fizikai mutatóik, a szemléletük, a mentalitásuk az egyértelműen predesztinálta arra őket, hogy ide tudjuk a kezdőbe helyezni. A szezonban két kiemelkedő mérkőzést is sikeresen vívott meg a Kisvárda. A Magyar Kupából a Fradit ejtették ki 1-0-val, illetve az MB2 listavezetőjét, az MTK-t is hasonló arányban győzték le a bajnokságban. A Ferencváros elleni mérkőzés inkább presztízs jellegű volt, akkor ez egy ajándék volt a csapatnak, nem gondoltuk, hogy van esélyünk, teljesen más volt a két mérkőzés. A Ferencváros ellen óriási lelki nyugalommal, tudtuk, hogy csak a Ferencvárosnak van veszítve alója, léptek pályára a játékosok, és egy nagyon jó, látványos, élvezetes mérkőzést játszottak. Az MTK ellen pedig egyértelmű volt az elvárás, hogy nyerjünk. Hát hatalmas különbség van a mérkőzés előtti felkészítés tekintetében. Azért a fejeik, a játékosoknak másként viselkednek egy-egy ilyen szituációban, és más teljesítményt is tudnak leadni. Amikor sikerült az MTK ellen megszerezni a gólt, onnantól kezdve mindenkinek az lobogott akarva akaratlanul a tudatában, hogy na most ezt meg is kell őrizni. Jelenleg 14 győzelem mellett 5 döntetlen és mindössze 2 vereség szerepel a Kisvárda neve mellett. 47 pontjával a feljutás jelentő második a tabellán az együttes, 5 ponttal lemaradva az Élavas MTK-tól, és jelentős 10 ponttal megelőzve a harmadik Békés Csabát. Az utolsó 4-5 mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, talán betudható ennek az MTK elleni Ferencvárosi mérkőzésnek is, egy picit elfáradtunk, illetve a végére már nem voltak meg azok a váltás lehetőségek, amelyek a szezon során, és hát ezért csökkent, mert volt 13-14 pontos előnyünk is. Valóban az MTK-nak az 5 pontja egyébként soknak tűnik, nem azért, mert az 5 pont maga számszakilag sok, hanem az MTK-nak a teljesítményét figyelembe vesszük, illetve a miénket, akkor megvan ez a különbség, ez a differencia. Azért azt el kell ismerni, hogy ők nem úgy jutnak most föl, vagy biztos, hogy fölfüggnek, vezetik a tabellát ilyen mennyiséggel, mint tavaly a felcsút, mert ő rá is ugye azt a jelzőt aggatták, hogy Torony Majkanyás föl fog jutni, ez nem így történt. A mi helyzetünk azért most egy picit másabb, nekünk azért vannak most jó játékosaink, de a játékunk azért valljuk őszintén időnként még akadozik, de ez köszönhető a stílusunknak is. A sikeres tavaszi szereplésre, illetve a cseppet sem elérhetetlen feljutásra készülve erősítéseket is tervez a Kisvárda télen, a bal oldalra mindenképpen igazolnának. NB1-es, illetve Kárpátalján az első osztályban focizó játékosok érkezése van tervben. Az élen zárta az őszt az MB2-ben a Máté Szalkai MTK. Az együttes a tavalyi kerethez képest csak némi változással kezdte a szezont, amelyben eddig 2 mérkőzésen kívül valamennyit megnyerte. Az ifjúsági csapat is eredményesen szerepelt eddig, a 4. helyet foglalják el a tabellán, de egy jól sikerült tavaszi szezonnal az első hely megszerzése sem tűnik reménytelennek. Egy döntetlen és egy vereség mellett 7 győzelem áll a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapatának neve mellett az őszi szezonban. Ezzel tavalyhoz hasonlóan magabiztosan az élen várják a tavaszi folytatást a szalkai kézisek az MB2 észak-keleti csoportjában. Én nagyon büszke vagyok a csapatomra, hisz első helyezettként zártuk az őszi fordulót, nagyon sok munkát fektettünk bele, nagyon sok edzés van a hátunk mögött, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó így kerek, és egy nagyon jó csapatom van. 2 mérkőzést tudnék kiemelni, ez a Debrecen elleni hazai mérkőzésünk, ott szerintem a 100%-ból 150-et adtak ki a lányok magukból, és azt gondolom, hogy a nézők is és nagyon örültek az eredményünknek, hisz nyertünk 2 góllal. A másik mérkőzés az pedig a Kölcsei, sajnos azt a meccset elvesztettük, de mégis azt gondolom, hogy 7 gólos hátrányból fel tudott állni a csapatom, és megmutatta, hogy mire képes is. A Máté Szalka kerete a nyáron alig változott. 17 fővel kezdték meg a szezont, csak beállós, kapus és jobbszélső posztokra érkezett új igazolás. A keret erősségét mutatja,
hogy a tabellán elfoglalt első helyen túl számos statisztikában előkelő helyen áll a csapat. Örömteli tény, hogy az NB2-es gólövő listát Kis Brigitta vezeti, közel 100 gólt lőtt már ebben a bajnokságban, és még a felénél tartunk a bajnokságnak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történetnek nézünk elébe. A lőtt góljaink száma, hogyha egy kicsit statisztikázunk, akkor azért 285 gólt lőni, az azért nem kevés, vagy 86 gólt lőni, az nem kevés, és azt gondolom, hogy így aztán nagyon-nagyon pozitív mérleggel zártuk ezt a bajnoki évadot. A Máté Szalka számára a téli pihenőt követően január második hetében kezdődik a felkészülés napi 2-3 edzéssel a tavaszi szezonra. De nem csak a felnőtt csapat teljesít jól Máté Szalkán, hanem az ifjúsági együttes is eredményesen zárta az őszt. Az ifjúsági csapatunk is kiemelkedően szerepel, hiszen több olyan játékosunk van, aki az ifjúsági csapatba még befér, de a felnőtt csapatban is már egyre inkább meghatározóvá válik. Itt azért még inkább azt kell mondjam, hogy szélsőséges a mérkőzésnek a kimenetele, hiszen nekünk is volt olyan bajnoki mérkőzés, például Kazincbarcikán, ahol 55 gólt lőttünk, tehát már-már egy másodosztályú kosárlabda mérkőzés, női kosárlabda mérkőzés eredményehez hasonlító eredmények is születtek. De itt is örömteli tény, hogy például a Demefi Vérek azok a gólövristának az elején posztolnak, ők is 92-93 gólt lődöztek, 7.-8. helyen áll a gólövristán, de természetesen a többiek is hozzáteszik a magukét, így aztán csapategységként az ifjúsági csapatunk a 4. helyen van, 5 ponttal lemaradva az elsőtől. Az ifjúsági játékosok közül többen a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium csapatában is szerepelnek, az együttes pedig bejutott a kézilabda diákolimpia országos elődöntőjébe. A középiskolában zajló sporttevékenységet a megyei sportgálán díjjal is elismerték. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több lépcsős családtámogatási intézkedéseket vezetett be a kormány az elmúlt években válaszul a demográfiai kihívásokra. A tavalyi év végére már 95 ezer gyermek született itthon, a KSH adatai is alátámasztják a lassú, de folyamatos növekedést. A gyerekek után járó családi adókedvezmény, a CSOK, a diplomás gyed bevezetése hozzájárult a családok megerősítéséhez, vélik a kutatók. Számos fejlesztést megvalósítottak az elmúlt évben Geszteréden. A településen a közfoglalkoztatási program részeként több a település képét javító beruházást elvégeztek, nyertes pályázatoknak köszönhetően pedig piac és raktár terület épül, valamint a csapadékvíz elvezetésének problémáját is megoldják. Közel 200 millió forintból hoz létre nőközpontokat a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A beruházás Nyírtas önkormányzatával konzorciumban valósulhat meg jövőre, de emellett 66 millió forintból felújítják Nyíregyházán az anyaotthont és 20 millióból a félutas házat is. Idén közel 26 ezer alkalommal vett vért a szervezet, amelyben 30 főállású dolgozó és közel 2000 önkéntes segített. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 26-án kedden, friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!